Szekszárdról Bogyiszlóra sétáltak át a Magyar Zarándok Út Egyesület tagjai. A társaság már 11 napja úton van, minden évben teljesítik a magyarországi El Camino-t. A 2011-ben spanyol mintára létrehozott Zarándok Út Esztergomtól Mária Gyűdre vezet, a Pilisen, a Kiskunsági Nemzeti Parkon vagy a Mecseken át. Teljes hossza 431 kilométer, kitérőkkel együtt pedig akár 600 kilométer is lehet. Minden tavasszal, március végén, április elején megnyitjuk az utat, egy évnyitó zarándoklattal, és november végén zárjuk be, és közben tavasztól őszig bárki bármikor elindulhat rajta, aki kivált egy úgynevezett zarándok útlevelet, amely feljogosítja a zarándokokat, hogy a zarándokszállásokat igénybe vegyék. A szekszárdi önkormányzat képviseletében Móra Viktória képviselő vett részt a zarándoklaton, és vitte az egyesület zászlóját, amit Bogyiszlóra érve átadott a település polgármesterének. Szeretettel tovább az úton! Reggel 10 órakor indultunk a PTA kollégium előtt, az a többi zarándok ott szállt meg. Én 10 órakor csatlakoztam hozzájuk, indultunk Bogyiszlóra, Palánkon, tehát a főutcán, a Rákóczi utcán végigjöttünk, és Palánkon keresztül a síótöltésig, a síóhídon át a síótöltésen jöttünk Bogyiszlóig, 15 kilométert jöttünk. Tóth István úgy nyilatkozott, örül, hogy Bogyiszlón is keresztül megy a zarándok útvonal. Szerintem mindenféle keresztény ember számára, vagy egyszerű polgár számára is, aki ateista lehetőséget ad az, hogy egy kicsit erőt feszítve nagy távolságot megtesz, sok mindent megismer, és közben önmagában a belső ényét rendszerezni tudja, és rendet tesz a fejébe. A település vezetője elmondta, már tervezik a zarándokszállás kialakítását is.